9.tv. Otthon, város, Ferencváros. Kultúra ügynökei, a művészet közvetítés új útjai, információs nap volt a témában a Művészetek Palotájában. Körösényi Tamás négy diákjának műveivel folytatódik a kiállítás sorozat a Pince Galériában. Kóborlásaim címmel nyílt kiállítása Ferencváros díszpolgárának, a 85 éves tavaszi Noéminek a Duna Palotában. És még mindig kiállítás, Vásárhelyi Antal grafikái a helytörténeti gyűjteményben. Otthon, város, Ferencváros. A Budapesti Goethe Intézet és a Művészetek Palotája információs napot rendezett a művészet közvetítés új útjainak feltérképezésére. Kiemelkedő német és magyar művészeti és oktatási intézmények munkatársai mutatták be kortárs közvetítői módszereiket. Magyar és német vendégeink vannak, tehát a két országból hívtunk olyan kollégákat, olyan művészeti élet szereplőket, akik a művészet közvetítéssel foglalkoznak, különféle pedagógiai programokkal, drámapedagógiával, művészetpedagógiával, múzeumpedagógiával. És nagyon fontos szempont volt számunkra a válogatás során, hogy olyan alapvetően fiatalokat keressünk, akik az intézmények közötti és a különféle intézmény struktúrák közötti művészet közvetítést is felvállalják. Ez annyit jelent, hogy például iskolákban művészetpedagógiai programokat szerveznek, a gyerekeket az iskolákból elviszik a művészeti intézményekbe, illetve fordítva is olyan művészeti intézményeknek a munkatársait, legyenek azok nagy intézmények, legyenek azok kicsik, akik pedig különös hangsúlyt fektetnek arra, hogy az iskolásokkal is együttműködjenek. A nagy intézmények is egyre inkább feladatuknak látják azt, hogy kilépjenek a saját tereikből, illetve hogy olyanokat is bevonzanak a saját tereikbe, akik egyébként talán maguktól, ez azt jelenti, hogy a neveltetésük révén, a család révén nem jutnának el ide. Maga az esemény különféle formátumokból áll, ezt is fontosnak tartottuk, hogy ne csupán frontális előadások, vagy a hagyományos kerekasztal beszélgetések legyenek, hanem amit most itt a háttérben láttok, ez egy úgynevezett World Café formátum. Ez azt jelenti, hogy minden asztalnál ül egy úgynevezett asztalgazda, pontosan ezek a alapvetően fiatalok, akik művészet közvetítéssel foglalkoznak. Köréjük gyűlnek a többiek, tehát a mai nap közönsége, vagy a más intézményekből kollégák, és három kérdést válaszolnak meg minden asztalnál, melyek fontos szerepet játszanak a művészet közvetítés új útjaiban. Az egyik az volt, hogy milyen új nagyköveteket, illetve inkább úgy fogalmaztak, hogy milyen új ügynököket tudunk találni, saját kis ügyünknek, a kultúra közvetítésének minden oktatási személyen kívül, azaz a tanárokon, múzeumpedagógusokon kívül és művészeken kívül, kik lehetnek az új segítségeink. Erre egyébként eléggé érdekes válaszokat és eléggé inspiratív dolgokat kaptunk válaszul. Elsősorban a szülők, illetve a család megcélzása volt egy nagyon fontos kérdésünk, hogy hogyan lehet tényleg a családba, illetve akár az óvópedagógiába bevinni a kultúra minden ágának közvetítését. A második kérdéskör az volt, hogy milyen módon tudjuk erősíteni a kapcsolatokat a kulturális intézmények, tehát a múzeumok, a koncerttermek és az iskola hagyományos keretei között. Itt elsősorban arra jutottunk, hogy nagyon fontos a sokszínűség, azaz a sokszínű, sokfajta programok, formáiban is sokféle programok szervezése, ilyen módon tehát művészeteket hívni az iskolába, iskolákat vinni a művészekhez, rendhagyó módon találkozni koncerttel, kiállítással, illetve interaktívan vagy aktívan hozzáállni az adott művészeti ághoz. A harmadik pedig egy örökzöld, a kortárs művészetnek a kérdése volt, hogyan tudjuk tanulóközelivé tenni a kortárs művészeteket. Itt egy ilyen érdekes kis plusz probléma merült fel, a pedagógusok, illetve a kultúra közvetítőinek az ellentmondásos hozzáállása a kortárs művészetekhez, és ebben alig, hanem bizonyos olyan pedagógiai programok szolgálhatnak elsősorban segítségül, amelyek nem csak a diákokat, hanem a pedagógusokat magukat is célozzák. Neked egyébként mik a tapasztalataid, mint gyakorló tanárnak, hogy arról lehet egyébként beszélni, hogy a kultúrának melyek azok a szegmensei részei, amiket viszonylag könnyen lehet közvetíteni, hiszen a diákok
könnyebben fogadják be, míg más területeket kevésbé. Ez nagyon sokszor minőség és média függő, azaz azt gondolom, hogy például egy kortárs képzőművészeti alkotást azzal, hogy elviszem a múzeumban, lényegében egészében megmutattam, addig mondjuk a zenének vagy a színháznak egy komplexebb hatása van, amit viszont nehezebb is igazán komplexen megmutatni. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon tág ez a kérdéskör, de volt egy ilyen nagyon fontos szó, ami szerintem erre választhat, hogy ha komplex a kortárs művészeteket komplexen mutatjuk be, tehát akár több művészeti ágat összemosva, akkor lehet, hogy nem nagyobb katyvasz lesz az emberek fejébe, hanem egy érzelmileg egy ilyen intenzívebb hatást érünk el a diákoknál, és ez szerintem egy nagyon új és ilyen felderítésre váró terület lehet. Mi a cél egyébként, hogy a gyerekeket érzelmileg vagy értelmileg megfogni, vagy hát gondolom azért a válasz az lesz, hogy mindkettő fontos? Természetesen mindkettő fontos, de azt hiszem, hogy az oktatásunkból az érzelmi elkötelezettség hiányzik nagyon, úgyhogy itt most inkább az érzelmi mellett tenném le minden művészeti ágban a voksomat. Vannak magyarországi, mint németországi tapasztalatait, hogyha a kultúra közvetítésről beszélünk, akkor mennyire hasonlóak a kérdések a két ország esetében? Vannak hasonlóságok és különbségek természetesen. Talán azt kellene jobban elhinnünk itthon, hogy van helyünk a nemzetközi porondon, tehát a tapasztalat az, hogy igenis van kíváncsiság. Gyengeségünk talán az, hogy nem merjük megfogalmazni az egyéni jegyeket. Talán szükség lenne a diákok, hallgatók, egyetemi hallgatók szintjén is egyfajta entkulturalizációra. Ez egy olyan pedagógiai fogalom, ami annyit tesz, hogy a kultúrába való belehelyezkedésre. Röviden el kéne tölteni rövidebb, hosszabb időket, azon a nyelvterületen dolgozva, munkálkodva, talán egy-egy hónap is elég erre, hogy releváns legyen a projekt, tehát megszólaljon Németországban. Gondolok itt arra, hogy természetesen lehet még mindig piros paprikával, gulyáslevessel, ugye a musztás projekt, például a nagy bajusszal Berlinben is sikert aratott. Nagyon-nagyon jó kreatív ötleteink vannak, amik a hagyományainkhoz kötődnek, ezt érdemes megtartani. Az a kis plusz, amit a kortárs kultúra erre rá tud tenni, egy új olvasat, egy fricska, talán ezt kellene, illetve a humorunk, talán erre van igény. Kilenc.tv. Otthon, város, Ferencváros. A Pince Galéria Körösényi Szisztéma címmel kiállítás sorozatot indított első alkalommal, ahogy arról már beszámoltunk, Körösényi Tamás legkorábbi papírpép szobrai kerültek bemutatásra. A legújabb tárlat november 28-áig a szobrászművész tanítványainak alkotásaiból ad válogatást, akikkel többek között a mesterről, Körösényi Tamásról is beszélgettünk. Én annak köszönhetem azt, hogy az lettem, ami, hogy a Körösényi, amikor én bekerültem, akkor még képzőművészeti főiskolának hívták, akkor én a Körösényi osztályára kerültem. Szóval én nagyon sokat köszönhetek neki. Ma elsőre eszembe jut ez a szertágazó figyelem, ami nem azt jelenti, hogy szétszórt volt, hanem mindenre emlékezett, ami fontos, és amikor ezt visszaidézte, akkor ezt ez ösztönözte az ember. Tehát volt úgy, hogy már nem emlékezett valamire, de akkor visszakérdezett. Tehát emlékezett arra, hogy miről beszéltünk, és ha hiányzott neki valami, akkor újra kérdezte az embert, és ezáltal a tanítványt, akkor újra meg kellett fogalmazni a tanítványnak a gondolatait. Egy olyan értelmiségi attitűd leginkább, amiben ő nagyon erős volt, ahol az számított, hogy persze nyilván, hogy a végcél az az, hogy valaki jó művész legyen, de ahhoz egy jó ember is kell, és ő benne egy olyan humanizmus volt, egyébként a megnyitó beszédben ez el is hangzott, olyan humanizmus volt benne, amit azt tette lehetővé, hogy egy nagyon-nagyon szerteágazó dolgot, nem csak az osztályt, az egész tanszéket, meg az iskolát is úgy tudta összefogni, hogy mindig valahogy előre mozduljon egy picit a dolog, és ne hátra. Ehhez az emberi nagyság is kellett, nem csak a szellemi. Kritikus ember volt egyébként nagyon? Nagyon finoman, átételesen bújtatva. Persze, egy utólag már
gazdagabb értelmet látok a szavai mögé, akkor direktben az ember inkább egy szimpla olvasatot értelmezett csak, és ha így értem, akkor nem volt kritikus, sőt, sokkal inkább dicsérő, támogató volt, mindig első körben, de azért így 10 év távlatából már tudom, hogy mik voltak azok a finom jelek, amiket kritikaként lehetett vagy kellett volna értelmezni. Ez koncepció volt, hogy a térnek, a teremnek mindkét oldalán mindegyik tanítványnak az alkotásaiból legyen egy-egy mű látható? Hát össze akartuk keverni a dolgokat, nem akartuk ilyen nagyon ilyen szekciókra bontani, mert pont tér két részből áll, akkor automatikus lett egy kettő-kettő, de az úgy sokkal izgalmasabb, hogyha összekeverednek, meg igazából mi is mindig meglepődünk, hogy mennyi kapcsolat van a saját munkáink között, és akkor úgy csoportosítgattuk, hogy amik között kapcsolatok vannak. Macis installáció az enyém, az a címe, hogy a macik rosszban sántikálnak. Ilyen akció előtti eligazítás, ez egy betörő banda. Barna éppen magyarázza a többieknek, hogy kell ellopni a Bilbo Baggins Skandaló Párkányáról a gyűrűt, ami egy borítékban van. Ez benne is van a Gyűrűk ura című mesében. És a többiek, meg hát a zöldek, azok megfigyelnek, de buták. Akkor hoztam még egy printet, az is egy régebbi, az 2008-as, az a cím, hogy a nagy szörnyhalvadászat. Ezek ilyen megélhetési szörnyhalvadászok, akik hál' Istennek túlélik a nagy szörnyhalvadászati akciót. A harmadik az pedig egy új munka, ez egy kép arról, hogy milyen egy érintő képernyő pónik számára készült űrhajókban. Két olyan meló, ami szerepel itt, ami hát azért nem téveszthető össze az ő szobraival, de mondjuk anyaghasználatában, gondolkodásában van valami közösség. Direkt ez egy szelektációs szempont volt, amikor összeállítottuk ezt az anyagot. Ott van a legvégén egy üstökös család, és ott, ami számomra izgalmas volt, ezek a kék kis összekötő vonalak, amik hát egyrészt anyag használatában, hiszen ő is papírpéppel dolgozott sokkal többet, mint én, ugyanaz a módszertechnika. Másrészt pedig az a, hát most nagyon leegyszerűsítek, de hogy lehet valami olyasmit ábrázolni, anyaggal megmutatni, aminek a természete nem anyagi. Tehát ha semmit a nem megragadhatót buta nehéz anyaggal kifejezni. És az a munka is valami ilyesmire tett kísérletet. Meg itt van a hátam mögött egy ilyen almaszüretet ábrázoló kis munka, az meg motivumában is emlékeztet, hiszen neki is van egy ehhez eléggé hasonló szobra, és ezt a rokonságot is szerettem volna ezzel így bemutatni, vagy megidézni. És te milyen alkotásokat hoztál magadra? Én három kisebb plasztikát, ami zavaró, mert tulajdonképpen nagyméretűek, de ebbe a térben most úgy látom, hogy elférnek, és inkább egy ilyen sorozatnak tűnnek. Pont az jutott eszembe, hogy a Körösényi mester mondott ilyet, hogy olyat kell alkotni, amit nem lehet megkerülni, tehát nem lehet elmenni mellette. Persze ez nem a nagyságára vonatkozik, vagy a méretére, hanem hogy egy olyan kommunikációt, művészeti gondolatot generál, ami tovább él, tehát vagy amivel foglalkozni kell és érdemes. Egy körradiátort hoztam, amit papírmaséból csináltam, és egy Szuper Gyümölcs címre hallgató fotósorozatot, amit egy videó egészít ki. Ez ilyen, mint egy ilyen házi genetika, tehát hogy a gyümölcsök összevarrásából keletkező új gyümölcsök, tehát hogy a legjobbakat összerakni, és a videó az meg egy ilyen, megint csak ez a csináld magad jellegű, tehát hogy bemutatom, hogy készül a szuper gyümölcs. Kilenc.tv. Otthon, város, Ferencváros. Ferencvárosban a Gát utca 3-ban született pontosan 85 évvel ezelőtt Tavaszi Noémi festőművésznő, aki szerencsére még jó egészségnek örvend, születésnapját a Dunapalotában nyílt kiállítással ünnepli. Én általában sorozatokat készítek, de jellemző inkább a linómetszet, erről ismernek Magyarországon is, meg külföldön is. Hát a magyar írókról, Petőfi sorozatom, Adi, azok ilyen nagy formátumúak, de
egy keresztmetszet, ugye 25-30 darabos mindegyik sorozat, akkor a zeneibe a Kodály, az is most megy majd a Kodály galántára, és gondoltam, hogy ide most, akik nézik ezt, ismerősök jöttek ugye megnyitóra, hogy hát erről az oldalról nem ismerünk téged. És ezt úgy neveztem el, hogy kóborlásaim. Amikor már lehetett, a 75-ös évektől, ugye lehetett nyugatra menni, és volt kiállításom is ott, és a férjem akkor az IBUS-nál volt, és így IBUS csoportokkal távol kellett Afrikába. Úgy éreztem, hogy ott olyan jó kóborolni egy más vidéken, például Porzékban is azokat az embereket, először nehéz volt megfogni az, hogy a koreaiak, és mondják, hogy ferdeszeműek. Hát nem ferdeszemű, csak nekik a szemhéjuk nem gömbölyödik úgy, mint a miénk, hanem egyenesen megy, és ezáltal tűnik úgy. Mikor erre rájöttem, akkor már könnyű volt egy-egy olyan portrét csinálni. Különben az épületeik meg hát ugye egészen mások, és azt szoktam mondani, hogy ezek színes képek, aki szereti a színeket, hát megfogja esetleg a szín, de aki ott járt, az ismeri azokat a jelképeket, amikkel én ott találkoztam, és az már többet tud a képről. Egyébként már hazajövet, itthon készítette el ezeket a képeket, vagy ott a helyszínen vázlatokat készített? Ezek az IBUS csoportokkal. Első szakadhat az ember. Én akkor nagyon sok diát csináltam végig. Tartottam is annak idején ilyen titelőadásokat, amerre jártunk. Akkor én úgy szoktam, hogy akkor megyek föl a buszra, és akkor hátrafelé, ha még valamit csinálok egy képet, és akkor itthon azt magamnak kivetítem, és akkor nem a csoportokat, hanem valakit kiveszek közüle, vagy pedig egy kis csoportosulás. Most én ezt úgy szoktam, itt úgy van, hogy vietnámi fiúk, de én úgy szoktam mondani, hogy a Pál utcai fiúk Vietnámban, mert szinte olyanok. Ezek a nagy képek, ezeknél embert nem is nagyon lát, mert a síremlékek, vagy ott van a táncoló dervisek. Hát a muzulmánoknál is annyiféle szektárnak, vagy nem tudom, minek nevezzem ezeket, hogy egészen más Marokkóban a muzulmán, és más Törökországban. Mert például ugye a muzulmán sem, meg a zsidók sem, nem, sőt, az evangélium, a reformátusok sem, embert nem ábrázolnak. De a Törökországban ott már azért találkozott az ember, mert a szultánokban volt az olyan hiúság, hogy önmagukat és a környezetüket ábrázoltatták. Tulajdonképpen amerre jártam, a sorozatból egy-egy kép van csak itt. Mert a Japánból is van egy külön lehetne egy japán kiállítást csinálni. A gésák, pagodák, hogyha ott megnézi, azoknak nincs arcuk ábrázolva. Először is rizsporos, ugye annyira egyformák, de maga a figura, a mozdulata és a pagoda formája a háttérbe, ez adja annak a jellegzetességét. Kilenc.tv. Otthon, város, Ferencváros. Magyar labirintus a címe a Vásárhelyi Antal grafikáiból álló kiállításnak a helytörténeti gyűjteményben. A Szőcs Géza által megnyitott tárlat december 4-ig látogatható. Emlékszik arra, hogy Vásárhelyi Antallal, illetve a műveivel mikor találkozott először? Teljesen világosan emlékszem a pillanatra. Ez az 1970-es évek vége fele volt, Kolozsvárot a Korong Galériában nyitottam meg a tárlatát. Ez egy olyan tárlatsorozat volt a Korong folyóirat szerkesztőségében, amely minden hónapban bemutatott egy képzőművészt. Egy hónapig voltak fent a falakon a munkák, és ez volt az a pillanat, amikor én közelebbről megismerkedtem a Szatmár Németiből Kolozsvárra származott, akkor fiatal képzőművésze. És hogyan tudnám megfogalmazni, hogy mi az, ami a mai napig megragadja önt az ő művészetében? Van ezekben a munkákban valami rejtélyesség. Egy olyan privát metafizika, amihez
sok kommentárt lehetne fűzni, de amely igazából, mint minden komoly metafizika, megfejthetetlen. Egy képzőművész mindig, mikor fölteszi a falra dolgokat, akkor mindig kitárulkozik, mert végülis erről szól a dolog, hogy megmutatja magát. Annyi a dolognak a lényege, hogy érdekes, hogy először voltam külföldön, mikor Magyarországra érkeztem. És hova érkeztem? A Ferencvárosba. Azóta is itt élek, ezt csak úgy mondom. Szóval ez volt az első ilyen, azóta már világot körbejártam, de az első élményeim pontosan itt voltak a Kálvinter és a Rádai környékén. Szóval mindig úgy látszik, hogy ez az ember valamilyen formában úgy van hatással. Itt nagyon sok szecessziós vagy klasszikus ház van a Rádaiban, és ez úgy megfogott, meg az iparművészet, és szóval ezek voltak az első benyomásaim. Ezek végig kísértek, és az az érzésem, hogy meg is mutattam alapjaimon valahol. Lehet, hogy elrejtve, lehet, hogy nyilvánosabban, szóval ez mindig a nézőtől függ, hogy mit fedez fel benne. Nagyon sok a lépcsőmotívum az most kiállított alkotásokon. Hova vezetnek ezek a lépcsők? Valamikor úgy fogalmazták, hogy ezek a lépcsők sehol se vezetnek. Minden lépcső valahova vezet, mert ugyanis a lépcsők az arról szólnak, hogy föl lehet menni rajta, le lehet jönni róla. Szóval a lépcső az nekem egy funkciója. De önnek van egy célja, hogy hova vezessen? Igen, azt hiszem, hogy van. És ez a titok. Ezt meg kell látni. Szóval valakivel éppen tegnap beszélgettem, és a tudásról, meg a titokról beszélgettünk, és mondtam, hogy lehetséges, hogy már 30 év ezelőtt megkérdezte volna, akkor azt mondtam volna, hogy tudom, hogy mi a titok. Azóta rengeteg sok mindent tanultam, olvastam, tapasztaltam, és azt mondom, hogy egyre távolodik a titok, holott meg tudom, hogy mi a titok. Borom is van. Gyermekem és feleségem, szívem minek is szomorítsa, van mindig elég eleségem. Van kertem, a kertre rogyó fát, suttogva hajolnak utamra, és bent a dió magyaró. Néha magam köszönök még, már sokszor előre köszönnek. Van villanyom, viszik a villany, tárcámban igaz színes is fő. Tollam, ceruzám, még a rillan, szájamban öreg pipa füstöl. Fürdő van, üdíteni testem, lanytéja, beteg idegen. A járatok Budapesten nem tudnak egész idegennek, mit eldalolom az a bánat. Könnyekbe borít, lemegy orcán, és énekes ifjú fiának van engem a vén Magyarország. De néha megállok az égen, gyötrődve halálba hanyatom. Gyásom a kincset a mélyen, a kincset a rét a padlón. Mit látsz neked, aki föleszmél, álmát hüvelyezve zavartan, kezem kotorázva keresgél, hogy jaj, valamit akartam. Mert nincs meg a kincs, mire vágytam, a kincs, amiért folyik éken. Itthon vagyok, itt a világban, s már nem vagyok otthon az évben.
9.tv. Otthon, város, Ferencváros.